Boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója jobb agyféltek és rajzolás szakértője a Valdorart. www.valdorart.hu. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét boldog percek itt a Max Rádióban. A telefonvonalban, ha minden igaz, akkor itt van velünk a Valdorart képviseletében a jobb agyféltek és rajztanulás szakértője, Dorogi Andrea. Szia, Andi! Szerbusz, szia, köszöntöm a hallgatókat! Hát eljött a pillanat, amikor a hallgatók kérdéseire válaszol Andi. Hát nem gondoltuk volna, kedves hallgatók, hogy ennyi kérdés érkezik, úgyhogy több adásba fog ez majd beleférni. Andi, szerintem te sem gondoltad, ugye? Hát nem, ledöbbentem, amikor elküldöd a kérdéseket. Igen, úgyhogy hát igyekszünk tényleg minden kérdésre válaszolni. Van olyan kérdés, amely hasonló, tehát több hallgató tette föl gyakorlatilag ugyanazt a kérdést, ott természetesen úgy lesz. Továbbra is maradunk, mint a korábbi adásoknál, más típusú adásoknál is. Nem mondjuk a hallgatónak a nevét, egyszerűen csak a kérdésre fog válaszolni Andi. Akkor kezdhetjük, Andi? Igen. Oké, na az első kérdés a legelejéről kezdjünk, tudod, Ádám Évánál kitalálta fel ezt a rajzoktatási módszert. Betty Edwards, amerikai rajztanár nevéhez fűződik a módszer kitalálása, még a 70-es években találta ki Amerikába. Ma Magyarországon nincs egységes oktatási formája a jobbagyféltek és rajztanfolyamoknak. Ahány tanfolyamra mész, mindig mást fogsz egy kicsit tanulni. Ez abban is látszik, hogy vannak egy-két-három napos tanfolyamok is, úgyhogy érdemes megnézni, hogy az ember ki mellett teszi le a voksát. Uh-huh. Ehhez kapcsolódik egy kicsit már a következő kérdés is, hogy többször vagy többféle jobb agyféltek és tanfolyamot érdemes-e elvégezni? Hát mi úgy gondoljuk, hogy elég egy jobb agyféltek és lesz tanfolyamot elvégezni, hogy megtanulja valaki a látásmódot, mert ugye az alaptanfolyam annak arról kell, hogy szóljon, hogy megtanulja azt a látásmódot valaki, hogy aztán az a valóságfűen tudjon rajzolni. Szerintünk nem kell ismételni, vagy többször elvégezni ugyanazt a tanfolyamot. Természetesen vannak továbbfejlődési lehetőségek, vagy gyakorlási lehetőségek. Aki elvégzett egy alaptanfolyamot, az már haladónak számít, és onnantól kezdve a haladó kurzusokon érdemes tovább gyakorolni, tovább tanulni. Értem. Na, egy hallgatónk ezt egy kicsit tovább gondolta, és hát az önbizalommal a másik boldog percekben erről nagyon sokat beszélgettünk Kátai Hajnival, szerintem itt egy kicsit önbizalom probléma van, de jogos a kérdés egyébként, szóval a kérdés így hangzik, hogy van olyan, aki egyszerűen nem tudja elsajátítani ezt a technikát? A módszert nagyon könnyen meg lehet tanulni, és meg lehet érteni, hogy miről szól. Vannak olyanok a tanfolyam végén is, hogy önállóan még kevésbé tud rajzolni, hanem nagyon sok segítség kell neki ahhoz, hogy tudjon rajzolni, hogy megmutassuk neki, hogy mit figyeljen, mire nézzen még. Ez akkor szokott előfordulni, hogyha az agy még nem áll át a nézőpontváltásokra, a formáknak a figyelésére. Uh-huh. Tehát a módszert meg lehet érteni, de van olyan ember, aki sok gyakorlással tud, vagy sok segítséggel tud még rajzolni. Értem. Hát ugyanettől a hallgatótól érkezett még egy kérdésünk. Mik azok a negatív, pozitív terek, egyszínű formák? Itt szerintem egész egyszerűen arról van szó, hogy itt hirtelennyibe nem értette meg ezt az adásban a kedves hallgatónk. Szóval a negatív, pozitív terek, egyszínű formák, ezek mik tulajdonképpen? Hát hogyha egyszerűen kell a kérdésre válaszolni, akkor ha mondjuk le akarsz rajzolni egy virágot, akkor a virág jelenti a pozitív formát, minden, ami mögötte van, a negatív formát. Az egyszínű formák figyelése az arról szól, hogy a tónusozásnál kell ezt használni, hogyha például egy virágszirmot ki akarsz tónusozni, akkor észre kell venni azt, hogy egy virágszirom sem lehet egyszínű, és ezeket a színkülönbségeket kell a tónusozásnál megjeleníteni a rajzban. Hogyha kicsit bonyolultabban kellene erre válaszolni, akkor ez pont ez a tanfolyamnak az egyik lényege, hogy elmagyarázzuk, hogy mi a negatív, meg mi a pozitív
forma, és igazából nézőpont kérdése, hogy mit tekintek negatívnak, és mit tekintek pozitívnak. Tehát egy forma lehet egyszerre pozitív is, meg negatív is, de most nem menjünk bele, mert ez egy hosszabb. Tehát így ez a tanfolyam anyaga. Igen. De egyszerűen a virág a pozitív, minden, ami mögötte van a negatív. Igen. Hát Andi, emlékszem rá, biztos te is emlékszel rá, hogy az egyik adásban az online tanulási formával foglalkoztunk. Ez kapcsolódik a következő kérdés, hogy az online formával ugyanúgy meg lehet tanulni, mint a személyes tanfolyamba, személyes tanfolyammal, és melyik a hatékonyabb? Az online tanfolyammal ugyanúgy meg lehet tanulni, nem csak rajzolni, festeni is, vagy bármilyen más technikát is. Ugyanazt fogja kapni, mint a tantermi tanfolyamoknál. Mindegyiknek van előnye és hátránya is. Ez szerintem teljesen személyiség és élethelyzet függő, hogy ki melyiket választja. A tantermi tanfolyam előnye, hogy rögtön ott a segítség lehetőséget. Ha valaki kérdezni akar, ott vagyunk és tudunk válaszolni. Hátránya a tantermi tanfolyamoknak, hogy nincs arra idő, hogy minden egyes feladatot mi is megrajzoljunk a táblánál. Nagyon sokszor van az, hogy csak elmondjuk, hogy mit kell csinálni, hogy hogyan rajzoljad meg, de nem rajzoljuk meg a tanítványok előtt. Az online tanfolyam előnye meg pont abban van, hogy mindent meg is rajzolunk. El is magyarázzuk, mindent el is le is rajzolunk, így sokkal több ismeret fér bele egy online tanfolyamba. Az online tanfolyamainkat úgy készítettük el, hogy abban például olyan anyagok is benne vannak, amit rajzklubban szoktunk tanítani, mint például nagyítás technikája, vagy háromszín technika, vagy szénnel rajzolás, azért mert egyszerűen több minden belefér egy online verzióba. Uh-huh. Az online-nak az előnye, hogy rugalmas az időbeosztás. Mindenki akkor tanul, amikor akar, így nem vagy kötve sem időhöz, sem térhez. Hátránya az online tanfolyamnak, hogy nem vagyunk ott, és hogyha kérdezni szeretnél, akkor később kapsz választ a kérdésekre, ugye nem azonnal. Szerintem ez abszolút személyiség meg élethelyzet függő, hogy kinek melyik a jobb. Értem, de egyébként, ha egy hallgatónk szeretne ebbe belelesni, akkor jól emlékszem, akkor a valdora.hu-n talál ilyet, és akkor meg tudja lesni, hogy hogyan is működik egy ilyen tanfolyam. Igen, van-e, igen. Rengeteg ingyenes tanfolyam van, 7 féle ingyenes tanfolyam közül tudnak választani, és akkor meg tudják nézni azt, hogy hogyan működik egy ilyen online tanfolyam. Igazából filmeket kapnak, a filmek mellett találhatnak letölthető rajzfeladatokat, rajzmintákat, otthon ki tudják nyomtatni, és ugyanúgy megvan minden, mint hogyha eljöttek volna egy személyes tanfolyamra. Értem. A következő kérdésnél a hallgatónk nem írta ide, hogy az online vagy a személyes tanfolyam. Szerintem az online tanfolyamra gondolt, szóval úgy hangzik a kérdés, hogy a tanfolyam után később is kaphatunk-e segítséget, hogyha kérdésünk van. Igen, ez tantermi meg online tanfolyamnál is így van, hogy mindenki kaphat segítséget. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a tanfolyamaink elvégzése után van lehetőség csatlakozni egy ilyen zárt Facebook csoporthoz, ahol mindig föltarthatnak a tanítványok képeket, kérdezhetik, hogy mi a vélemény, mi a kérdezhetik, és tudjuk válaszolni mindenkinek. Meg az benne jó, hogy nem csak mi válaszolunk, hanem a többi tanfolyamot végzett hallgató is, vagy ők is hozzászólnak, és segítünk egymásnak. Értem. Aztán itt a következő kérdés, na ez is érdekes, hogy ha valaki már más technikával tanult rajzolni, el tudja sajátítani ezt a technikát? Hogy lehet ötvöznie más technikákkal? Igen, abszolút lehet. Erről is egyszer volt szó az egyik beszélgetésben, hogy ugye van a hagyományos rajzoktatási módszer, és van az alternatív jobbagyféltekés rajzoktatási módszer. Én azt gondolom, hogy a kettő kiegészíti egymást. Szerintem aki a kettőt együtt tudja használni, az zseniálisokat tud alkotni. A jobbagyféltekés rajzolásnak a fő alappillére, ami hiányzik, vagy nem tanítanak a hagyományos iskolarendszerben, az pont az a látásmód, az, hogy mire figyeljen, mire koncentráljon a rajzolás közben, mielőtt elkezd egyáltalán bármilyen vonalat megfúzni az üres papíron. Értem. No hát, Andi, mint tudod, nem csak a Max Rádióban, hanem a Rádió Retron is megy a Boldog Percek a Valdora támogatásával, és a következő 3 kérdés az kifejezetten a Rádió Retro hallgatóitól érkezett. Az első az így hangzik, hogy idősebb korban is ugyanúgy meg tudja valaki tanulni ezt 60-70-es évkor felett?
Igen, az eddigi legidősebb diákunk az 89 éves volt. Ő nem jutott el a... Igen, ez nagyon szép. Ő nem jutott el a portfélyrajzolásig, tehát ahogy már nem volt türelme, ő az állatportfélyig jutott el. De az, aki legidősebb diákunk volt, és a, megrajzolt a végén az önösszképét, és nagyon szépen is tényleg le a kalappal, ő 84 éves volt. Az igen. Tehát ez nagyon gyönyörű tényleg. És nagyon, nagyon érdekes véleményeket mondtak ők a tanfolyamról. Meg érdekes volt hallani, hogy ők látták a fiatalabb korosztályt a tanulás folyamán. Értem. Na, aztán egy idős hölgy hallgatónktól érkezett. Hú, bocsánat, hogy ezt mondtam, hogy idős hölgy, de egyébként tényleg egy idősebb hölgyről van szó. Szóval boldogabb lesz az ember, ha le tudja rajzolni élethűen a dolgokat? Ezt kérdezi a hallgatónk. Hát ugye mindenkinek más jelent a boldogság, meg hogy ki mitől lesz boldog. Mindenképpen sikerélményt ad, ha valami olyan dolgot tudunk megcsinálni, amiről előtte azt gondoltuk, hogy nem vagyunk rá képesek. Tehát, hogy az, hogy ez a sikerélmény elége a boldogsághoz, ez szerintem mindenkinél egyéni. Én nagyon tudok örülni annak, hogyha valami sikerül, és én szerintem boldogabb lesz tőle, igen. De hát ugye kinek mi a boldogság? Hát így van. Na és akkor a mai utolsó kérdésünk az igazából neked szól. Magázóan írja a kedves hallgatónk. Mi vette rá arra, hogy ezzel a témával foglalkozzon? Mindig is szerettem rajzolni. Eredetileg képzőművészeti iskolába készültem, de szüleim nem engedtek. Aztán felnőttként végeztem én is egy ilyen jobbagyfületekési rajztanfolyamot, és amikor elvégeztem, akkor nagyon büszkén mutogattam az ismerőseimnek, és az ismerőseim kértek meg arra, hogy tanítsam meg nekik is. Igazából így kezdődött, hogy az ismerősök kértek, hogy tanítsam meg. Egy kemény hat főből álló csoport volt az első ilyen. Aztán ez így ment szájhagyomány útján, rokonok, ismerősök körében, és így indult el ez az egész. Tényleg először így oktattál a barátaidnak gyakorlatilag? Persze, igen. Eredetileg elvégeztem egy természetgyógyász iskolát, a jogaoktatói képesítést szereztem, jogaórákat tartottam, és a jogaórás csoportomból kerültek ki az első rajztanulók is. Nagyon érdekes. Na, legalább ezt is megtudtuk. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Dologi Andreát, a Valdodat képviseletében szakértőnket hallottátok. Legközelebb folytatjuk a kérdésekkel. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Szia! Szia! Ezek voltak a boldog percek a Max Rádióban. Max Rádió. A műsor támogatója, jobbagyfültek és rajzolás szakértője a Valdor Art. www.valdorart.hu